Az elmúlt három hónap egyik legnagyobb kihívása számomra, személy szerint, mint cégvezetőnek is, és ahogy említettem, mint aki egy olyan cégcsoportot vezet, ami Magyarországon nagyon-nagyon meghatározó a vetőmag tekintetébe, és megint visszautalva arra a felelősségre, tehát amit mi lépünk, azt fogják követni a többiek. Történelmi szint, amikor egyik évről a másikra 50%-kal, vagy akár nagyobb szinten is emelkedtek a terményeknek az árai. Ez egy óriási jó dolog, hiszen a gazdálkodó, amit 2020 őszén, nyarán betakarított be és megtartotta bent a raktárába, nagyon jó áron tudja értékesíteni. Viszont ugyanezek a gazdálkodók állítják elő úgymond a vetőmag alapanyagokat is, aminek ugyanígy megdrágultak a költségei. Tehát ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ezeket az alapanyagokat vetőmagár szinten kell kötelességünk felvásárolni, hiszen azt nem engedhetjük meg magunknak, mi se, mint vetőmag előállítók, hogy azt mondjuk a gazdálkodónak, hogy ugyanazen a termény takarmány buza áron akarunk vetőmagot vásárolni, hiszen nem kell sorolnom, micsoda többlet és minőségi többlet munkával jár az, hogy már a szántóföldön abból a elvetett buzából vetőmag minőségű alapanyag legyen. Tehát ezt meg kell fizetni a gazdálkodónak. De innen jön a következő lépés, hogy ebből következik, hogyha ez nő ennek az ára, akkor majd a fémzárolt vetőmagnak is nőni fog az ára. Hogyha az ember túllövi ezt az árat, akkor arra gondolhat a termelő, hogy hát akkor én utánvetem magamnak. De arra szeretném felhívni a figyelmet ezúton is, és megragadva a lehetőséget, hogy azért, mert most a jogos termesztési költségeket úgymond megfizeti a termeltető előállító, és ezt tovább közvetíti a vetőmagra, az nem azt jelenti, hogy ezzel vissza akarunk élni, hanem azt jelenti, hogy a másodfokú fémzárolt vetőmag, amitől jogosan elvárhatjuk, hogy maximális termés potenciált biztosítjon. Nevezzük nevén, akár 10 tonnás hektáronki termés potenciáról beszélünk, ezt ne várjuk el a harmad-negyed foktól. És itt jön annak a kockázata a termelők szempontjából, hogyha ma, a mai viszonyok között, ugye, mert nem csak az előállítási költségek mitől növekedtek? Drágultak a gépek, sokkal drágább lettek az agrárinputok, mindenki tudott emelni árat. Tehát kénytelen a vetőmagágazat is árat emelni, de azt lássuk be, hogy ilyen terményárak mellett a gazdálkodónak szintén jogos és felfogott előrelátó érdeke az, hogy minőségi vetőmag kerüljön a földbe, mert csak ettől várhatja azt a termés potenciált, amit úgymond a nemesítő vállalatok mögé tesznek. Tehát nagyon hangsúlyos, hogy Magyarországon a fémzárolt vetőmagoknak a használata. Azon dolgozok, szó szerint, itt mint piacvezető cég, hogy egy olyan árajánlattal tudjunk kijönni, ami mindenkinek a megelégedést tudja szolgálni, viszont ahhoz, hogy jövőre is, meg utána is fenntartható módon legyen olyan gazdálkodó, aki magyar vetőmagot hajlandó előállítani a földjén, ahhoz nekem ezt a lépést most meg kell tennem.